Beültetésre kerültek a bazilika körüli kővázák, a Kossuth tömb belső dézsei és a Varkocs szobor előtti virágágyak is megszépültek. A városgondnokság munkatársai a két nyári virágágyakat, amelyekbe ősszel árvácskákat és hagymás növényeket ültettek, gyomtalanították. Két nyáriak azért fontosak a város virágágyaiban, mert így tudjuk azt elérni, hogy egész évben szép virágzó ágyaink legyenek. Az egynyáriak és a kétnyáriak kiültetésével érjük el ezt, hogy az ősszel elültetett árvácskákat következő év májusáig hagyjuk bent a parkjainkban. Ezért is hívjuk őket kétnyáriaknak, hiszen hosszú hónapokon keresztül, sőt enyhébb téli napokon is gyönyörködhetünk a virágaikban. A két nyári palenták mellett több mint 28 ezer árvácska és közel 4 ezer virághagyma színpompás virágaival díszíti a fehérvári virágágyakat. Hamarosan pedig az egynyári palentákat is kiültetik. Ez egy folyamatos munka, hiszen a két nyáriak mindaddig benn maradnak a virágágyakba, amíg nem váltjuk le egynyári palántákkal. Elkezdtük az egynyáriak ültetését az elmúlt héten, és terveink szerint a 110 ezer egynyárit június elejére fogjuk befejezni az ültetéseiket. A városgondnokság kertészei már április óta nyírják a füvet a közterületeken. Eddig a munka háromnegyedével már végeztek a városban, és még ezen a héten elkezdődik a második nyírás is.